Na, Csácsó, mi csőtészt a sziasztok gyerekek, üdv a csatornán, képen jelentkezik a következő csodálatos Farming Simulator 19 1 milliárd euró kihívásos videóval, és igen, visszavettem azt a csirketelepet, amit leraktam gyakorlatilag bele ugye az útba. Arra gondoltam, hogy nem kellene szétcsazni a mapot, igaz, hogy így egy kicsivel kevesebb, gyakorlatilag egyel kevesebb csirketelepet tudok majd lerakni, de tényleg arra gondoltam, hogy nem kellene azzal nem kellene úgy csinálnunk, hogy használhatatlanná és nem autentikussá tesszük a mapot. Emiatt ugye így raktam le ezt a csirketelepet, elvileg ahogy számoltam, még szembe vele tudok még egyet rakni, meg ugye még erre az oldalra is tudok egyet rakni, hogy majd, hogy nem összelógatom a kettőt. Szóval ugye el fogunk férni, anélkül, hogy így nagyon szétcsesznénk az egész mapot. Talán gyerekek, látjátok, hogy itt még elég nagy hely van, meg itt, és akkor 4 darab lesz összefordítva, hasonlóan mind ott 2 összefordítva, és akkor ezen a 2 placon 6 darab csirkehó lesz, amiben ugye 3000 darab csirkét tudunk majd termelni, tenyészteni, és figyeljetek, most meg is vehetném, hogy ja, és annyit csináltam, hogy ezt a 2-t így összekötöttem valamilyen szinten úttal, hogy a targoncával így át tudjak jönni ide, és akkor innen is el tudjuk vinni majd az árut. Viszont elképzelhető, hogy azt fogjuk csinálni, hogy itt már pótkocsira fogjuk pakolni ugye a csirke tojás, vagy a tyúk tojásokat. Egyébként így néz ki, ugye ott mennek az emberek, szóval nem történt az, hogy ugye a föld alatt kell nekik közlekedni, de remélem, hogy ez így is fog egyébként maradni. Na, akkor srácok, a következőt kellene csinálnunk. Csirkéket egyelőre, jó, sem meg is vehetnénk a csirkéket bele, ugye 500 darabot, viszont kellene, egy csomó mindent kellene csinálni megint ebben a részben, el kellene vinni a fát, közben meg kellene tankolnunk, ugye nagyon jó pénz, rá kellett, hogy jöjjünk, hogy nagyon jó pénz ez a csirkeüzlet, és terjeszkedni fogunk csirkeüzlet ügyileg mindenképpen, ebben a részben lehet, hogy fogunk venni még egyet, de viszont a búzát most lehet, hogy föl fogjuk áldozni a csirke üzlet oltárán. Na, látjátok, akkor ez így néz ki, és akkor ott lesz a végében még egy, és így 4 darab ilyen csarnok lesz, 2 ugye meg van építve, és akkor nem csesztük szét igazából a mapot, mondhatni. Ide ugye még fog kerülni egy ilyen kicsit ilyen emelt placon, és 4 darab így fog így összejönni. Remélem, hogy működni fog minden. Jó, el kellene mennem, meg kellene azt a betyárul istenit, hallod? Néha azért egy ilyen 2 darab ilyen rohadt nagy fát ide felpakoltam, azért tud meglepetést okozni. El kéne vinnem a fát, és el kellene adnom, arra gondoltam. Egyébként még erre is tudnék terjeszkedni, ugyanis ide is 2 férne. Hát még egy pici terjeszkedés lesz, mivel úgy látom, hogy ez elég nagy pénzhoz, meg ugye csak búza kell neki, vagy árpa. Emiatt mindenképpen egy nagyon jó üzlet. Tankoljunk meg, mert ez az MTZ ez nagyon le volt lagva, ugye ebben a részben még nem fogok tudni. Nem, még ebben a részben nem csinálhatom azt, hogy... Ugye egyébként 19 óra van, gyerekek. Most biztos azt fogjátok mondani, hogy azért pörgetek időt mindig, mert hogy termelem bele a tojást, de nem azért pörgettem. Eddig is ugye pörgettük éjszaka, nem szeretek játszani egyáltalán. De mindenképpen ezt elviszem majd ezt az adagfát, eladjuk, és kellene vinni raklapokat, és jó sok raklapot kellene vinni. Most nem elégszünk meg 4-jel, hanem már mindenképpen ugye 6 raklap kell, az a nagyon-nagyon alap. Gyerekek, ez nekem fog durrantani, érzem. Aha, ez még jó, hogy átjöttem ide. Nem lesz jó, satúzzuk le. Húzzunk be, meddig. Jaj, gyerekek, ezek a melósok, vagy ezek a nem melósok, hanem ezek falunap van, gyerekek, be van rúgva mindenki. Ugye még mai nap se vállalhatok nem vettek fel semmilyen munkást, úgyhogy ezzel így kell gondolkoznunk. 19 óra lehet reggelig fogunk pörgetni, de addig... Jaj, mi ez? Jaj, a karófáj, mondom, míg állnak így az égnek. Eladjuk azt a fát, veszünk raklapot, elvisszük, és lehet, hogy akkor reggelig azért pörgetünk. Úristen, ez mi volt, baza? Hallod, ez mi rántott meg minket így, ez kemény volt egy kicsit. Ja, van anyagám ezen a pótkocsin. Kanyarodásra vigyázni kell. Ugye nincs fék ezeken a pótkocsikon konkrétan.
Tehát úgy nincs az megcsinálva, mint a valóságban, de például mit mozgolódnak ezek a fák? Jó, érdekes dolgokat csinálnak. Na, veressük át magunkat. A gumimosó dolgon. Úgy van, veressük, veressük. Igen, ez egy nagyon jó, az állattartás nagyon jó üzlet. Viszont ugye kell velük foglalkozni természetesen, egyébként nem értem, hogy mit mocorognak ezek. Ha egyszer le vannak ködve, oda nézzél, mit csinálnak. Ezek nagyon durván mozognak. Kicsit parázok, hogy ez le fog borulni, de... Ha nem borulhat le. Na, mi a szar van, gyerekem? Azt de... Hallod? Ha fékezni akkor az... Várjál. Hallod, nem... Mit csinál az? Mit csinál az a portkicsi? Jó. És lekötöttem új... Fölengedtem, meg lekötöttem újra. Ilyen izé, ilyen... Ugye kiléptem a játékba, meg visszaléptem, lehet, hogy azt tett be neki. Lehet, hogy ezek nem is voltak lekötve? Csak úgy tűntek, mert elég érdekes, így mozogtak, meg csúsztak szét. Elképzelhető, hogy nem. Ugye kilépek, meg belépek, akkor történik olyan, mondom, ti is láttátok, már most itt nem fogok átmenni az árkon, nem akarok megdögleni az árakba. Hogyha kilépsz és belépsz, akkor ugye, ahogy töltődik be, de megint mozognak. Mi a franc? Ezek csúsznak szét a fák konkrétan, hallod? Érdekes. Érdekes, ez ilyet még nem tapasztaltam. Nézd már meg, így mozognak a fák. Így egy pótkocsin ide-oda. Lekötött állapotba. Érdekes, nézd meg már. Durva. Vagy gyakorlatilag a belsők, amiket nem ér a spani, azok itt tudnak mozogni? Olyan, mint hogyha így csak a felsőket kötnéd le. Érdekes. Jó van, gyorsan menjünk eladni, mert nézd már. Hallod, idő lesz itt. Gyerekeket bebagol, akkor kirepülünk a világból, az biztos. Hogyha fizikai eléri a határait. Reggel egyébként arra ébredtem, hogy a takarítónő az őrület határát súrolt a gyerekek. Hát az megkapaim itt. Itt meg itt van a izé, K700-as, úgyhogy vannak itt érdekes dolgok. Eladjuk a fát, akármennyire is veszik, nem tudom egyébként ennek változik-e bármennyit is az ára, de azt hiszem, hogy ez nem is változik talán. Ja, wood chipset is egyébként csinálhatnék ezekből a fákból, sokkal könnyebb szállítani. Az se lenne egy utolsó dolog, nem? Daráló. Lehetne egy ilyen mozgó daráló, azt ledarálnám a francba, hogy wood chipset, gyerekek. Na. Nem tudom leborítani sajnos. De ja, ez nem is kell, ugye vagy? Mit beszélsz? Hát ez így kell adni. 10800, jó, hát ez tök jó. Visszafele megyünk, veszünk raklapot. Fölpakolunk. Bocs a kézzel, valaki egyébként megjegyezte, hogy nyugodtan pakol kézzel a raklapot. Valaki írta, hogy az nem valami reális. De hát figyeljetek, gondolom tényleg nem azt akarjátok ilyen fél részek keresztül nézni, hogy a kívül raklapot pakol. Mert akkor igazából nem a raklapot pakoló szimulátor gameplay lenne. Az lenne, hogyha azt csinálnám. Mert tényleg ilyen nagyon sokáig tart ugye felpakolni targoncával a raklapokat. Hát kéne itt vágnom. A második tábla után hülye gyerek, mindig ezt eltéveztem. Jó. És ez a portkocsi jó is, hogy ilyen. És valószínű, egyre jobban körvonalazódik bennem, hogy egy traktorral fogunk működni a tiktelepen. Valami kisebb lenne, jó valami omlokra. Egyébként egy manitú. Egy manitú lenne a legjobb, nem? Egy manitúval lehetne ott tök jól izélni, dolgozgatni a csirketelepen. Ugye azok könnyen felveszed a raklapokat, pótkocsit el tudod húzingálni, az így mindent el tudsz rendezgetni, ugye? Egy manitú az jó. Ami nem manitú, hanem... teleszkópos rakodógép talán, ugye? Pont néztem, ugye múltkor meg emlegettem is azt, hogy a klassznál... Egyébként miért van ilyen kevés pénzem? 120 ezer volt. Ja, de mire költött? Nem költöttünk semmire. Lehet, hogy egyébként a tereprendezés, mivel így megemelte ott a terepet, az így viszi a pénzt ilyenkor. Ugye például leraksz egy objektet, azt lehet, hogy észrevetted, akkor nem. Mondjuk 65 ezerbe kerül, de hogyha a terepet átrendezi alatta, akkor már is ugye az sokkal többet kell érte pengetni. Úgyhogy az elég sok volt, mert 40-valahány ezerünk maradt csak. Ó, de jó. Nem van gyerekek, semmi gond nincsen. Csak egyelőre annyi, hogy ez így szomorú. Szomorú, 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 szomorú. Hát kellene raklap, megyünk a boltba. Egyébként erre is jó elmenni a boltba. És lehet, hogy mondjátok, balra mentél volna. Itt ugye ennek... itt elmegyek, akkor ugye pont szembe a boltba. Azt hiszem, ugye?
Nem egészen, várjál ma. Menjünk le, itt van itt egy főút. Jól látom? Jól látom. Jó, gyerekek. 19 óra 10, éjjel nem fogunk dolgozni, azt így leszögezem, szóval kövezetek meg nyugodtan. De nem azért pörgetem az időt, hogy tojást termeljünk, hanem az ilyeneket azok amúgy is szoktam pörgetni. De még egyelőre nem, mert még egyelőre tudom mit csinálni. Oké. Okay. És akkor vegyünk raklapokat, jó sok. Jó sokat, hát figyeljetek, legalább kellene 3, ugye? 3x3, 9 darab kell. Mármint úgy értem, 3 darab kellene izénként, hogy ne azt kelljen állandóan cipelgetnem. Az a baj, hogy ugye ezek nem újra hasznosítható raklapok. Van olyan is egyébként, hogy újra hasznosítható, láttam modokat, de ez most itt tök jó bevált, akkor miért nem? Az a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, de ha több, az se baj. Ilyen pont 9, jó van gyerekek, gyorsan felszórja a keeper. Talán fel is fér. Egyébként arra is kíváncsi lennénk, hogyha esetleg egy powerkocsival valamivel bejárná oda. Érted? És akkor arra, azon lenne a raklap, akkor is fölrakná? Mert az úgy tök fun lenne, meg olyan tök jó lenne, hogy akkor mondjuk én fölrakod egy izére, egy raklapot egy mondjuk egy kisebb powerkocsira, vannak ilyen utánfutó jellegűek. És akkor azt csinálnád, hogy betolatsz oda, ott hagyod a autót, és már is, csak rá kell fognod, és akkor kihúzod. Minden egy helyen lenne egy ilyen aut. Lehet, hogy érted, mire gondolok, és szerintem érted, mire gondolok, hogy hogy gondolja a keeper. Ja, viszont egy traktor meg egy pótkocsi oda nagyon kellene, hogy az eladást akkor így ne az legyen, hogy minden raklapot külön viszont targoncálva, igaz, nem kell messze vinni. Mondjuk lenne egy monitor, azzal lehet, hogy tök gyorsan oda tudnék érni, azért annak van meg kisebb, nagy, kisebb sebessége. Én gyerekek, hát ez nagyon jó. Ja, lehet, hogy leszerést is ezzel kellene csinálnom. A targonca az nagyon jó, arra megmondom őszintén, hogy látod, hogy mennyi az annyi. Mennyi, mármint mennyi... Mennyi tojás van rajt. Már ugye kettő raklapot elég bekészítened, mert ugye kettőbe az egy belefért. Hoppá, azt sikerült leraknám. Hát ez egy ilyen csúfú lesz felragva. Tojásos raklat. Meg még egy a tetejére. Ugye ez könnyű egyébként, mivel ez ilyen tök üres raklapnak számító dolog. Szóval ez... Igaz, hogy van rajta egy ilyen háló, de üres papírdobozok, meg ilyesmi. Nyam. Nyam, ponyam. Oké, mehetünk. Kerá, gyerekek, kerá. De milyen sötét az ég alja, alatt ilyen borús, meg még rá este fele van. Nem minden olyan hófelhők jönnének, nem? De milyen jó felrakta a képer, ezt sikeresen megoldotta. Na gyerekek, itten mondom én nektek, hogy ezt a földet is egyébként meg kéne majd vennünk. Nagyon tök jó. Egyébként itt bevehetnénk, nem, azt akkor nem kell izé, nem kell kerülnöm. Már itt nem tudom, fel tudok-e kapatni. Ó, viszi ez. Ja, nem ide kellett volna hoznom, hanem a másik oldalra. Mert hülye volt a keeper-e. Várjátok, fiúk, vigyázzatok, mert a keeper meg szeretne fordulni. Oké, okay. Jó, nincs semmi gond! Ja. Ide is be kéne rakni, meg kéne venni a csirkéket ide. 500 darab csirkét, meg kéne hozni ugye nekik tápanyagot, táplálékot. Na várja, ide akkor 3 raklapjar ugye. Ja, lehet, hogy akkor pótkocsizni fogjuk ezeket a raklapot. Egyébként ide beférnám egy csomó rakat, aztán akkor nem, raklap, aztán nem kéne akkor itt vinkódnod vele ilyen tök sűrűn. De hát mondjuk a pénzért biztos jönne a keeper, érted? Tök jó egyébként, jó meg sikerült csinálni ezt a... Ja, ugye előző részben, gondolom, hogyha nézted, akkor ugye leraktam, de ilyen tök ortopédul rakta le. Most akkor arra gondoltam, hogy akkor ugye
Ne az legyen, hogy egy ilyen tök szarul nézzen ki az egész, szétcsesszük a mapot. Ezért a Keeper úgy döntött, hogy várja, meg kéne venni a csirkéket. 500 darabot ugye. Nyomhatom végig. Most nem ilyen gyorsan csak tudom. Az a baj, hogy ezt nem tudsz többet, érted? Mennyi lesz 500 csirke? 65 ám, mert több mint ugye nem 50 darabja. Hát 100 darab az ugye 500 lenne. Ez olyan darab. Ja, nem, 100 darab az 5000. 500 darab, akkor ez... Na jó, nem kevés van. 30 ezer lesz mindennel együtt. De visszahozza az árát nagyon gyorsan. 2 nap alatt visszahozza az árát be az a gyerek. Úgyhogy a csirke az nagyon jó. Fejlett csirkét veszünk. És ugye 4 darab ilyen ól lesz ide. Úgyhogy azt meg kell csinálni, arra gondoltam, azt megcsinálom, és akkor utána már tényleg a földekre. Ugye ezt beszéltük meg, hogy ez lesz, hogy meg lesz a csirkeólak, 4 darab plusz, tehát összesen 6, tehát 3000 csirke, és utána megveszünk még egy földet. Mert valószínűleg, hogy a tápanyag is kezd majd kevés lenni nekik, és ne az legyen, hogy az összes búzát ide kell hordanom állandóan nekik, a tikoknak. Na, az meg nem biztos, hogy nekem az nagy üzlet. Ez meg minimum olyan 30 ezer, ugye annyit néztünk, hát mindjárt akkor meg kell lenni az összes csirkének. Körülbelül annyit számoltam, jó számoltam? Mindjárt meg lesz. Megvan. 500 csirke megvan. Mi van? Feketék a csirkékben? Nincsen felkapcsolva villany. Villany kapcsolt fel, more. Várjál, villany fel kéne kapcsolni. Kapu bezárása. Itt van a villany kapcsolva, ne szórakozzál. Na, fejérek a tikok! Jó, oké, 3 rakat, tök frankó, termelhetnek, még kell hozzá ütni egyébként kaját nekik, szóval az muszáj lesz. Azon gondolkozok, hogy hol lesz majd az út, ahol el fogok tudni menni a következő helyre. Ugye kell kialakítanom majd egy útat is. Hogyha nem a tikok között akarok átmenni, mert ugye 4 össze lesz fordítva. Gyerekek. Hallod? Izé van, bazd meg! 6 darab a istáló, csirke istáló. Ja, itt kihagytam az utat, egye fene, nem akartam itt szétcseszni a mapot. Tök jó, hogy ilyen szabadságot adni már megint termelt egy izé dobozt. Meg az is termelt egy dobozt. Ja, igazából nem termelt egy dobozt, ugye, hanem az... Hogy mondjam? Egyébként azzal is, mondom, azt akartam mondani, hogy spórolni lehet, hogy arra figyeljen az ember, hogy a... Ezt nem lehet átönteni bele, hogy mit tudom, így fölé tartod mind a öntésnél. De szerintem ez beleöntötte, hallod? Aha, a dobozokat bele lehet rakni, akkor ez jó. Be lehet, gyakorlatilag, mintha öntenéd, érted? Mint hogyha beleöntenéd abba. Úgyhogy ez tök jó, mert akkor ha van doboz, akkor azt be tudod dobni. Tök jó. Egyébként ide nagyon sok idefajarna raklap. Egy idő után majd akkor hozunk egy csomót, azt akkor minden kevesebbet kell. Azt nem mondod. Hallod, ne baze, fölé ne rak, meg ne érjenek össze, ezek tudod mit csinálnak? Egymásba öntöd. A nullát beleöntötted, érted? Úgyhogy ez a vigyázz, nekem eltűnt. Ajjaj, óvatosba. Ugye, magát egyik raklapot a másikba bele is tudod önteni. Úgyhogy a 0 raklapot beöntöttük a másikba, tök jó ügyesek voltunk. Ugye egy raklapunk ment a levesbe. Jó, oké, srácok. Következő szituáció, van 3 darab ólunk. Tikok azok menjenek, mind az őrök. A lemtézők gondolkodok, hogy ezt hagyja itt egyelőre. Mit kellene csinálnunk? Ugye? Kellene pénzt tervelnünk. Az lenne a legfontosabb. Meg kellene... Várjál, először magot kell hoznom. Az mondjuk az ifával fog menni. Álljunk neki aratni. Szerintem annyira nincs sötét, meg nehogy azt mondjátok, hogy most tényleg azért itt pörgetem az időt, hogy... Viszont az izé miatt fogunk pörgetni időt, azt gondolom vágjátok. Búza. Hát ez... Ja, nem, a búza az jó árban van most. Hogyha esetleg...
Hogyha esetleg kell, akkor búza miatt ugye mindenképp pörgetünk időt, tehát árat nem, most azért nem fogok nem pörgetni, de most nem pörgetünk, mert ugye nem kell, az a font jó árban van a búza. Jó. Aratáson, ugye ebben a részben még nem vertek fel munkást, mert az előző részben kiúztuk azt a sorskártyát, akkor így gondolkodjuk meg, így próbáljuk meg elemezni, hogy mi az, ami a Keepernek kellene most csinálni. Először is egy kombányi 6000 liter búzát biztos, hogy el kellene oda vinnem. Az tuti, de az még kevés is lesz. Kevés is lesz. Na mindegy, csináljuk. Aztán majd beosztjuk. Várj, megnézem a látot. Na, 0 liter. Ugye ebbe van 5000 liter, ebbe van 5000 liter, ebbe 0 liter. Ja. Jó, hát az összeset egyébként az lenne jó, hogyha föltöltenénk. Azt akkor nem kellene rá gond, ugye? Még arra is beszéltünk, várjál már, hogy egy silót vennénk oda valahol a középre. És abban nem, ugye egyszerűbb lenne, mint hogy hordom. Hogy ott onnan ki tudnám venni. Akkor nem kéne hordani, érted? Mennyibe kerülnek a silók? Mindjárt megnézi a Keeper. Addig tényleg ugye, hát nekem kell dolgoznom, akkor addig gondolkoznom kell, kitalálni, hogy mégis mit lenne jó csinálni. Nem mindegy, ez van, srácok. A... Ilyen. Poroltó van, látom, magyar. Jól látom. Ha jól látom, egyébként tök jó, hogy... és azt mindjárt fogom is alkalmazni. Csak most nem tudom alkalmazni, mert ugye nem lehet. És lehetni lehet, csak... Azt akartam mondani, hogy ugye ki tudom vágni, most már tudom, hogy kell ezeket a földszélén lövő szarokat. Úgyhogy ezeket először, hogy ki fogom cseppködni. Na, forduljunk, oké? Okay. Ja, megnézem mindjárt a izéket, sílókat, meg valamit nem is nagyon értek egyébként. Csak néha ráváltunk, hogy jól lássuk. Egyébként ugye tudsz csinálni ezzel az F11-gyel egy olyat, elvileg, hogy hogy az izét át tudod állítani, hogy ne látszon. Most nem találom. Remove. Így. És akkor ugye... Nem. Várjál? Azt hittem, hogy a minden egyénél ki... vagy ki eltünteti. Várjál? De az a baj, hogy... Kilépsz innen, és itt már van blue. Ah, érdekes. Jó, mindegy. Mit akartam csinálni? Igen, meg akarom nézni ezeket a sílókat, jó? Lerakható eszközök, sílók, mert itt vannak érdekes dolgok ám nekünk, ilyen modolt csodák. Ugye 17 000, egy ilyet tök jó lenne lerakni, de viszont volt nekünk itt más is. És az a baj, mindig rá kell nézni erre a dolgra. Nem, az nincs is benne. Na, jó, azt kivettem, mert az nem volt jó. Ja, 17 000-be tudnék lerakni oda valami silót, amivel ugye tudnék egy kicsit gazdálkodni. Tehát nem kellene mindig ide visszaugratni. Ami szerintem az tök jó lenne. Csak ugye nagyon fontos, hogy a saját területre rakhatod csak a silót, viszont ott pont te férne, gyereke. Pont te férne a kettő között. Úgyhogy lehet, hogy fogunk egy silót, és akkor ide bebulítom, amit ki tudom venni. És elvileg az növeli is a kapacitásomat. Ugye, hogy van két silóm, akkor az olyan, mintha lenne, akkor már 60 000-et tudok tárolni. Javítsatok ki, hogyha nem így van, de mindegy. Ha ez nem is így van, akkor is mindenképp szerintem azt meg fogom csinálni, hogy az állatoknál legyen egy siló. Mindjárt. Kiszállok, átszállok az ifába, jó, hát ez el lehet így is lenni igazából, nem egy olyan nagyon vészes. Hát is látszok, mindjárt az ifával. Hát nem dolgozhatok. Melós is sajnos, ez van. Egyébként jó ez az ifa, írtátok, hogy csúszik meg, mit tudom én, nekem nincsen semmilyen tapasztalatom, vele tök jól működik. És üritettünk. Frankó van, mehetünk vissza. De közben nem fogok tudni benni semmit. Azt akartam mondani, hogy közben megvesszük a silót, de hát... Az a baj, hogy ez nem annyira úgy működik. Mondjuk úgy működik, mert így... Hű, várjál ma! Pillanat, kicsit gondolkozom a kép. Így. Síló. Valószínűleg akkor meg fog állni a gépem, de nem baj. Na, ide gondoltam egyébként egy sílót, a kettő közé.
Hogy vagy. Ide valahova. Ide, oda néző, milyen jó lesz itt. Na, tesó. Hű, ott egy kicsit olyan megemelt a területet, jól látom? Várjátok, azt meg kell néznem. Azt mondja, hogy nem gépi munkással dolgoztattam, hanem ugye tempomatot nyomtam, ne felejtsük el. Na, nézzük a sílót. Ja, izé, mert ott, ott emelte meg, ami pont nekünk nem zavaró semmibe. Semmi gond. Tök jó. Jó, semmi gond. Kicsit lejjebb ijedtem volna, ugye? De hát most már nem adom el, mert akkor ugye bukunk rajta egy csomót. Figyeljetek, semmi gond, most van ott egy ilyen izé lépcső. Szerintem tökéletes. Bár nem nagyon örülök neki, hogy lett lépcső, de hát ez van. És akkor ilyenkor már a síló kapacitásom 60 ezer lett. Ah! Na, hát ez nem volt hülyeség, ugye? Na, gyerekek, mennyire nem volt hülyeség? Nincs de a motor. Ugye mekkor a király ötlet volt? 60 ezer lett a siló kapacitásom, és nem kell oda hordanom az utcot. Viszont akkor oda kellene valamit, ki kellene találnom egy olyan gépet, amivel egy az, hogy tudom pakolgatni. Mondjuk a, nem, a raklappakolást ezt megoldom. Akkor a targoncát azt kiváltsuk. Csak az a baj, a targoncával tudom, hány liter van a dobozokban. A targonca... Targoncát ne váltsuk ki szerintem. Oda jó lenne egy olyan gép, ami... Egy olyan kellene... Ki van találva, már meg is van egyébként. Fejbe megvan minden. Az az MTZ az lehet, hogy ott fog maradni. Most pedig vegyünk egy gépet? Biztos örülnétek, hogyha vennénk inkább egy gépet. Viszont ez tök jó, mert homlokrakodó, meg minden, tudod? Ez... Lehet, hogy ide veszek egy másik gépet. Az MTZ ott maradt, homlokrakodót elvisszük. Nem tudom, a homlokrakodó az tudja a... Meg befér ez a gép az a kapun? Az se biztos, hogy befér ez a gép a kapun. Úgyhogy ez is problémás lehet. Egyébként gondolkozok, hogy azt a sílót azt megcsinálom, hogy visszaveszem az árát, aztán akkor lejjebb helyezem. Azt nem, gondolom, az nem csitnek számít, mert igazából ugyanaz veszem meg, csak az, hogy esztétikailag jobban nézzen ki. Én szeretem, hogyha esztétikusok ezek a dolgok, ugye, jól néznek ki. Nem tudom, gondolom, ti is vagytok így vele. Lehet, hogy semmi funkciója nincs, de jó lenne. Tudjátok, ilyen játékokban mindig, amikor elrendezek valamit, akkor is ilyen szimetriára törekszek, meg mit tudom én. Na várj, akkor lehet, hogy azt csinálom, megnézzük, mennyi az újjára. Figyelj, ezt a tempomatot bekapcsolom. Nem veszek fel gépi munkást, itt dolgozok, ne aggódjatok. Mennyi volt a síló? Mennyi volt? Mennyi pénz volt? 17 ezer, tehát akkor ha eladom... Más... Eladom, akkor a maradékot azt vissza kell pakolnom magamnak. 8200, és nem ezt adjuk el, hanem a másikat. ér adhatom el. Oké. És mennyibe került? 17 000? Várjátok, visszamegyek, megnézem a kombányunk, jó megye. 17 000, ugye? Annyi volt? 17 000. Akkor... 8500, 9500-at vissza kell lapátolnom magamnak, ugye? Jó sejtjük? Remélem, hogy jó szalmoltam. Aztán. Vagy lehet, hogy egyet többet adtam egy ezresre. Ó, arról se vagyok. De ugye nem is 17 ezeret von le, hogyha lerakod. Lehet, hogy nem is annyit bont le, mert többet von le, mert ugye rendezi a terepet. Na, akkor gyerekek, síló téma megint. Sajnos mindig meg kell keresni. Aztán akkor így ugyanígy vagyunk, az jó dolog. Na, ugye le... Jaj, de nem jó, mert a terepet meg átrendeztem, már oda néz. De mondjuk, hogy talán, hogyha lejjebb viszem, akkor nem fogja lejjebb rakni a terepet? Nem, most már nem tudod lejjebb rakni. Azt a betyár, hát akkor jó ugye voltam. Na mindegy, akkor ez van. Akkor ez így jártunk, gyerekek. Jó, hát akkor ilyen lesz. Ez van. Nem tudok valami mit csinálni. Hát bocs, ez fakereszt. Na, akkor gondoljuk meg itt a dolgokat. Egyelőre az a lényeg, hogy a csirkéknek legyen kaja. És ez bőven meg is lesz. Úgyhogy ezt megállítjuk. Ifa téma. Ifával megyünk. Viszünk csirkéknek kaját. Viszünk bőven, ugye? Legyen nekik. Hát meggazdagodni nem fogunk ebben a részben, érzem, főleg így.
Jó, hát az ott marad akkor az a kis pup. Örültem volna neki, hogyha nem, de hát ez van. Nem olyan nagy gond, meg igazából szerintem tök észrevehetetlen. Jó, vigyük le az ifába. Ennek csak egyfajta lámpa állása van. Okay. Vigyük a csirkéknek a kaját. Ez körülbelül egyébként mennyi, hány százaléka volt? Ez 10 000 liter. Egyébként elég jó zabálnak a csirkék, de hát azért az árad visszahozzák, nem? Nincs semmi gond. Muszáj valamit kezdenünk. Egyébként, de most már egyébként nagyon látom azt, hogy az 1 milliárd euró egyáltalán nem lehetetlen. De ilyen sokan azt mondták, már nem csak azt mondták, hogy hú, az mennyire, hanem azt mondták, konkrétan azt mondták, hogy lehetetlen. De nem amiatt, mert tudom, hogy 999.999 eurót lehet berakni, vegyük azt 1 milliárdnak, hanem azért lehetetlen, mert hú, de nehéz, meg hú, de nem fogod tudni megcsinálni, meg ilyenek. Ugye ilyenekkel jöttek nekem. Mindenképp ki kell hagynom majd egyébként egy olyan részt, ahol be tudok menni. Mármint át tudok menni köztük. Van a baj, hogy itt azért vannak fönnforgások. Új, baze! Egyébként nem csúszik ez az ipor, hanem izél. Jaj, nem is kell volna áthoznom, de mindegy, ugye úgyis be kell öntenem, ugye? Ja, itt középen majd kell egy csikot hagynom, ahol tudok közlekedni, vagy valahogy meg kell oldanom, hogy azért ne ilyen nagy kerülőkkel kelljen gönnöm. Mi a gyerekek, mi a... És, oké. Valamennyit beöntünk. Jó, erre gondoltam kb. Ennyit. Akkor megvan nekik a kaja. Egyébként ide ugye le tudok menni, szóval nem nagy gond. Kicsit offroadozunk, úgyis offroad kerekek vannak rajtunk. Ja, itt van egy kis bukkanó. Itt fölmész, és akkor itt van még egy bukkanó, így. Ja, és ebbe beöntöm felét, akkor elvileg mind a háromba körülbelül egyformán lesz. Aztán egy idő után, most még elég sokat elpazarlok úgymond, mert sok pénz kell, viszont egy idő után azt fogom csinálni. Meg kéne néznem, az MTZ be tud-e menni. Abba az izébe, vagy csarnokba. Ha be tud menni, akkor lehet, hogy ő lesz a nyerőnk nekünk. És a targonc, akkor lehet, hogy megy a háztól. Meg arra lennék kíváncsi, hogy az MTZ az érzékelje, hogy hány liter van rajt. Az MTZ szerintem simán befér bazok. Tehát simán befér az MTZ gyerekek. Ugye? A targonca lehet megy a háztól a gyerekek. Sőt, most már látom, hogy menni fog. Igazából az MTZ-vel simán be tudok fordulni. Meg értelmesen van leragva. És az MTZ lenne akkor... A raklapokat mondjuk felrakom kézzel egyefele. És igazából a raklapok hordására és a gabona hordására kellene valami ide. Kell egy raklapos kocsi, meg kell egy... kell egy raklapos szekér, amelyik valószínű ez lesz. Amire ugye fölrakni, meg elszállítani, és kellene egy olyan szekér, amivel tudom magot. Az meg ott van a boltnál, gyerekek, úgyhogy az MTZ az valószínű, hogy itt fog maradni. De ha kézzel hordom, akkor tök nem kellene egy MTZ. Az MTZ akkor mehetne el innen. Akkor kellene vennem inkább egy másik járművel. Várjál, állítsuk meg ezt az ifát addig. Ja, itt legalább nem is baj, hogy most nem tudok dolgozni nagyon a földeken, itt akkor egy kicsit így utána gondoljuk a dolgoknak. Figyeljetek, kellene nekünk, ugye akkor kézzel rakom a raklapot egyefele, én nem targoncázok. Viszont kellene nekem egy olyan gép. Ez az... Jaj, ne. Ez a targonca amúgy is furcsán mozog. Kellene nekem egy olyan... Oda nézzetek, hallod? Izé van, Siló van, hallod a izé, busz megálló mögé beragva. Dík! Vigyen meg, kora király! Ez nagyon epikus, amit itt művelünk. Az MTZ helyett kellene valami kicsi traktor. Egy kicsi traktor, tudjátok milyen kicsi traktor? Amelyik nagyon jó fordulékony, és igazából annyit kellene neki csinálni, hogy nem baj, hogyha egy picit gyors lenne, mert akkor gyorsan tudnánk ugye elhozni a raklapokat, meg gyorsan tudnék mozogni. Legyen egy fürge, nem erős traktor, mert igazából nem kell, hogy erős legyen.
És akkor lenne egy ízés pótkocsi, egy szemes pótkocsink, meg lenne egy... Figyeljetek, egy olyan pótkocsi kellene, ami csak 10 literes. Olyan 5000 liter, vagy nem, egy ilyen, tényleg ilyen 5000 literes pótkocsi, lehetőleg kicsi, egy tengelyes, könnyen tolatható, könnyen mozgatható, ne forgó zsámolyos. Meg a raklapos pótkocsi meg lenne az, amelyik ott van, ugye? Ez így tök jó lenne. De kellene egy pici pótkocsi, amivel a szemet tudnám hordani a tyúkoknak a silóból. És akkor ez egy ilyen teljesen elszaparált rész lenne, de nem is kell átjönni, érted? Nem kell átjönni, nem kell vinned semmit, nem kell venned semmit ide. Ide csak annyi, hogy ide eljönnénk ugye néha a raklapért a boltba. Ennyi történne. Ó, itt hallod? Ez jó, hogy lecseréljük, mert olyanokat csinál a gyerekek, olyanokat driftel, hogy ezt megőrültök vele. Na, egyébként jó, szép, meg minden, tényleg köszi mindent, hogy ezt kaptam én. Na nézzük már izéket, traktorokat. Hogy mi lenne egy ilyen, mi lenne jó ide, mi lenne jó? Nem kell nekünk homlokrakodó, nem kell nekünk semmi extra, csak egy kicsi traktor. Na nézzük. 82-es MT, nagy kabinos. 1200-ba kerül, ezt természetesen meg tudnám, vagy lehet, hogy megvennénk, de akkor átírjuk az árat szóval. Mondjuk ez meg túl nagy nekem. Kicsi traktor, kicsi pótkocsi. Először is nézzük meg a pótkocsikat. Hogy van egy olyan kicsi pótkocsink, amit itt tudnék itt használni. Leginkább a modoltakat használnám. De van ennyi erővel egy ifa is lehetne itt, nem? Az ifa is se tudja húzni a mizét. Gyerekek, most már nagyon dilemma van, hogy mi lenne jó. TZ4K, 1500 liter. Az baj, ez meg túl kicsi. Most ez komolyan bocs. Ez nekem túl kicsi. Ez milyen gyönyörű ez a pót. Csak az a baj, ugye, hogy neked kell színezned, de gyönyörű. Komoz. Ennyire vetné egy ifát is, nem? Ami ott maradna. Mert azzal tudsz pótot is húzni. De mondjuk a traktor az mégiscsak. Mégiscsak egy traktor. Na, mégiscsak egy traktor. De milyen jól néz ki, bazen. A telepre gyerekek egy traktor. Jaj, az orvos, ez mennyibe megy? Egyébként nekem fontos, hogy azért menjen gyorsan. Dutra, túl nagy. Hű. Hát ilyen lenne jó a telepre, gyerekek. 2500 liter. Ja, csak ez baj volt, ugye? Ez baj volt ez. De még vannak itt csoda dolgok, mindjárt meglátjuk. Vannak itt még csoda dolgok, ám gyerekek, nyugodjunk meg. Figyeljetek meg, hogy találok itt még olyat, ami nekünk nagyon tökéletes lesz. Jó, egy forslit, azt is nagyon akartátok, csak az a baj, ide meg túl nagy. Megint csak. De várjál, van ám itt azt hiszem az autóknál, meg az egyébnél, vannak itt különleges, speciális dolgok. Azt a betyára oda nézzük. Ez mennyibe megy? 50-nel? Azt a betyára, flatbed, hallod, bálarakó is tud lenni. Csettegő. Nagyon jó. Kocsik. 90. Skoda, gaz. Mentőautó. Várjál, még vannak itt érdekességek. Várjál, mire gondoltam az előbb? Van-e valami a fejembe benne? Igen, tudom, hogy mire gondoltam, csak azt nem tudom, hogy hova rakja. Lehet, hogy a teherautókhoz? Van nekem itt egy ötletem. Van nekem itt egy ötletem. Nem. Az lehetetlen megtalálni néha a dolgokat, mert olyan helyre rakja, ahol nem is kellene. Itt egy pót, ez mi? Ez semmi, ez ilyen fa. Tármények szállítására való, de nem írja oda, hogy mekkora. Ilyen utánfutó, ilyen kocsi után egyébként. Bocs, bocs gyerekek, de ezt is mondom. Egyébként egy ilyen is tök jó. Ez hány literes? 3000 literes. Ez is baró ám. Ilyenkor már jó? Meg azt hiszem, hogy ezt lehet növelni. 2500, 3000 literre fel tudod upgrade-elni. Talicskával kéne, mi? Elnéznétek, hogy talicskával dolgozzak, de... Na, ő... 22-re megy.
Figyeljetek, lehet, hogy csettegött meg, veszem, esküszöm, komolyan, nekem az valahogy, valahogy ki, nincs, én nem bírom ki, hogy ne próbáljam ki, és az autóknál volt, ha jól emlékszik a képer. És... jó, drága, 15 ezer. Animal transportot is tud, Dick. Flatbed, kapacitás 4000 liter. Csatolók. Hátsó csatoló, az mindenképp. Kerékbeállítás 4x2, 4x4. Azt a betyár, meg ilyet is tud. Motorbeállítás, turbós motor 2000 ér, hallom, pluszban. Nem tudom, 25 lóerőre fölviszi a pál. Fölöbjük a turbós motor, gyerekek? Na nézzük az a színeket. Peros, felniszén, az mondjuk sárga, oda néz a öcsém. Ez nagyon ott van. De valami fosbarna, az jobb. Fekete, valahogy fekete villám. Valami nagyon ócsvar kellene, gyerekek. Valami nagyon ócsvar szín. Hol van az a... jaj. Ezek meg már ilyen drágább színek, azokat nem beszélünk. Ez jó lesz szerintem, nem? Csettegőt megveszünk. 17 ezerbe... 20... mi 20 ezer? Ja, hátsó csatoló ilyen drága. Ó, hogy rohagy meg. Jó, turbót nem veszünk be azért, mert ez nagyon... 16 ezerünk van, meg sem tudom venni, Dick. Hallod, ez ilyen nagyon drága. Ó, te fiú. Hát akkor mindenképp egy... bocs, mindenképp egy traktort. Hát, na, nagyon drágánk itt a dolgok. Jó, oké, a traktor lesz, gyerekek. Egyébként ez, nem tudom, hogy a Földön jól működne. Mert ugye ez igazából most akkor csak aszfalton működne. Aszfalton lehet, hogy jól működne. Megint megveszem ezt, azért megőrültünk tőle, mi? Lehet, hogy aszfalton jól működne, de... és akkor nem kellene pótkocsi oda. Csak a izé, csak az. Jó van, gyerekek, ez van. Megvesszük ezt, oké? Okay? Aztán akkor nem kell pótkocsi, hanem akkor ezzel tudom hordani ott a szemet. Ez tök jó lesz. Ez egy ilyen izé telepre szerintem tökéletes. Így mondjuk a 21-es kilométer per órás sebesség az nem a legjobb. Ugye az izével volt gond, a telepen nem szerette, de szerintem ott tökéletesen fog működni. Na, jó lesz ez ott. Mert itt nézd meg, ilyen szépen elketyegünk ezzel. Maximum, majd a izét azt nem ezzel hordom. Sőt, el is fogom mondani a pótot, elhúzom. Nem, hát ezt a pótot elhúzza a flatbed-es pótot, nem? Hogy ne húzna el? Jó, beleviszem most direkt ilyen fügyes részre. Na, ugye a földeken azok nagyon szarul működött, de itt egész kellemes. Ebben kicsi slipje van, semmi extra. Hát megyünk itt. Vigyázzatok, tikok! Jó lesz, az érzem, hogy jó lesz az gyerekek. Ezzel ugye tök jó, itt el tudok navigálni, és akkor kikerül innen. Ez pont ide való, az pont ide való. Tikoknak idei kaját adni, ilyesmi. Szerintem ennél jobb nem kell. El tudom vinni, megnézzük azt a pautot, utána akasztjuk a flatbedet, mert ugye mást akkor jó, mert ugye nem kell még egy paut. Ezt megúsztuk a második pautot. Szerintem ezt bőven elrángatja a raklappa, hát ne vicceljen, gyerekek. Micsoda fék lámpa, csinálom. Hogy ne ezt, ez tök jó elviszi, ez jó lesz ezzel. Ez teljesen jó lesz, hát ezt elbírja. Egyébként, amikor kitekered a kormányt, akkor ilyen ortúlós. Na jó, most látszok, akkor ez marad itt. Kis ketyegő. Tökéletes, tökéletes, jó lesz ez. Egyébként lehet spanizni ezen is. Ó, ez tök jó. Erre is föl lehet rakni majd egy raklapot, meg ugye a flatbedre is. Egy-egy raklapot el tudok ezzel is vinni, vagy sőt, többet is. Szerintem erre ráfér egy 2-3 raklap, vagy 4. Figyelj, akkor nem is kell a flatbed, ez a pót. De most egyelőre kell, és most egyelőre vissza kellene mennünk akkor. Itt el tudok menni, ugye?
Itt el tudok menni, át is tudok menni itt. Mi fog az árfél? Bazzer. Kikok, menjetek félre. Ja, jó az. Ja, oké, oké. Tök jó. Ja, élem, élem nagyon. Hát most megint ugye arra kellene gyűjteni, hogy még egy tyúporra. Lehet, hogy berakom. Na, csak ugye mi mivel gyűjtünk rá? Hát meg kellene pénz. Kellene pénz, gyerekek. A szalamát is eladhatnám egyébként, mert a szalam eladása az munkás nélkül kell csinálnom. Olyan dolgokat kellene most ugye csinálnom, ami munkás nélkül is meg, vagyis csak munkás nélkül megoldható. Hát most az, igen, a szalma eladása az például nagyon munkás nélkül csinálható. Úgyhogy az lehet, hogy az fog menni. Az álljunk ide. Egyelőre. Hogy áll a szalma? Viszont a, ha kell, akkor azért pörgetek be. Ezt nem akarom ezt kihangsúlyozni minden részben, hogy nem azért pörgető. Azt lefele megy. Mondjuk 127 az nem rossz ára érte. Úgyhogy akkor nem. És még most mindig félek pörgetni, mert azt hiszitek, hogy a izé miatt, a csirke miatt pörgetek. Ugye? Aztán meg nem is. Hú, vagyunk. Nem is ide kellett volna jönni. Ide, itt már jó. Na, hozzunk egy-két adag szalmát. Ez belőle egy kis pénzünk. Meg eltűnik legalább a TS telep közepéről, ugye? A szomácska. Már három, hallod? Halljátok, már három csirke, ahol termeli a pénzt. Az azt jelenti, hogy egy vetésforgó alatt, ugye 120 ezeret termelt kettő, akkor 180 ezeret termel három. Gyerekek, halljátok? Itt olyan pénzek fognak beesni előbb-utóbb, sőt, inkább előbb. Ezt ilyen tudjátok képzelni, nagyon brutál. Esküszöm. Most már szerintem ti is látjátok, azért, hogy azért itt lehet pénzt csinálni. Meg főleg az jó, hogy az állatokkal. Ugye ahhoz, hogy megfelelő mennyiségű, nem, ahhoz, hogy megfelelő időn belül elérjük az 1 milliárd eurót, az a lényeg, hogy minél nagyobb összeget kell egy részbe megtermelni. De egy részbe megtermelni gyakorlatilag nem tudsz ilyen milliókat. Mert miért nem? Mert azért nem tudsz milliókat, mert ugye ha vetsz, aratsz, nem tudsz milliókat le. Mert időbe telik. De hogyha csinálod ezt a vetés-aratás dolgot, és amellett megfelelő mennyiségű állatállományot termel pénzt, akkor azzal nem kell minden egyes részbe foglalkoznod, mivel ugye raklapokra gyűlik az áru. És gyakorlatilag lehet az, hogy több milliót termel részenként a mondjuk a állatállomány, és most nem csak a csirkére gondolok, több milliót termel részenként, de nem muszáj neked azt mindig eladnod. Lehet egy részben mondjuk úgy termelhetsz, vagy kereshetsz gyakorlatilag, lehet, hogy 30 milliót is, amikor eladod. Érted? És ez így ilyen tök jó. Ez szerintem nagyon jó. Például ugye eladod, mondjuk fogsz egy részt, és akkor eladod a tejet, eladod a izét, a tojást, meg mindent elvisznek, és akkor mindjárt keresel ott egy ilyen hatalmas mennyiséget. Közben meg részeken keresztül például nem is termelsz pénzt. Jó, hát ezt össze kellene szednem, ezt el kellene hordanom. Figyeljetek, ezt meg tudom csinálni munkás nélkül, és mindenképpen meg kell csinálni. Borzalmasan néz ki itt ez a nagy depó szalma. Össze kell szedni, azt el kell vinni, el kell adni, abból is pénz jön. Következő részbe, figyeljetek, megvan azoknak a tyúkoknak szerintem megvan egy vetésforgónyi kaja, szóval a többit eladhatnám. Leszokott jönni róla elég sok, nem tudom. Ja. Most nagyon nagy alok egyébként, hogy mit kellene még. Mindenképp azt kellene szerintem, legyen meg a 6 csirkehol összesen, és utána rámegyünk a földre, a következő földre, hogy minél többet azon is tudjak dolgozni, meg ugye az is egy minél hosszabb folyamat legyen, mert addig megint tudok más csinálni. Szóval nem baj, hogyha nagy sokáig dolgozunk egy földön, mert addig tudok más csinálni. Ugye elindítom, mit tudom én, a kultikat, meg a izlaikat, a vetőket, addig csomó mindent tudok csinálni. Az egy pont megtellett, tök jó. El is viszem. Az nem olyan rossz ára érte. Elnyomjuk a francba.
legyen pénz lóvéra, azt engedjük el. Ennyi. Kigyorsítás, adjál neki! 99%-ra töltöttük, hát azt jó kiszámolta a keeper. Ezeket eladjuk. Nem tudom mi jó. Baza, nem sorskártya? Nem sorskártya rész van. Következő részben van sorskártya, ugye még mindig az megy. Olyan sorskártyát húztunk ugye két résszel ezelőtt, nem egy résszel ezelőtt, hogy nem használhatok gépi segítőt, azért csinálunk ilyen munkákat. De egyébként pont emiatt, nem mondom nektek, hogy egy ilyen sorskártya miatt is változatos lesz a gameplay. Ugye? De nem rá vagy kényszerítve, hogy más csinál. És ez tök jó. Lehet, hogy kellene olyan sorskártya, hogy mit tudom én, nem művelhetsz földet, vagy akármi, nem? Ezek tök jó dolgok. Ezek bírom az ilyen sorskártyákat, amik inkább ezt a dorit módosítanak, játékmenetet módosítanak, nem is az, hogy pénzt nyertél meg pénz után, hanem megváltoztatják az egészet. És direkt azért nem pörgetek, tudom, még lehet, hogy azt is megcsinálhatnám, hogy egy kicsit drágább legyen a szalma, hogy nehogy azt mondjátok, hogy termelem bele a pénzt, mert igazából naponta tudnék most már ugye 180 ezeret termelni azzal, de tényleg nehogy az legyen, hogy nem akarom, hogy ez legyen. Mindig csak amikor szükségszerű, akkor lesz időpörgetés. Szükségszerűség ugye, mit tudom én, árnövekedés drasztikusan, most nem olyan nagyon rossz az ár, vagy pedig ugye be kell, hogy érjen a cucc. Ezek miatt fogunk pörgetni időt. Jó, adjuk el. Közben fölnézek a csirkéjőre, tök jó, hogy elnézegetem őket egyébként, közben az ifát lehozhatnám, meg az, ja nem, az ifát lehoztam, a izé van ott, az MTZ. Ez meg szerintem tökéletes lesz erre hely, ez, ennél jobb nem kell. Ezzel tudod, figyelj, ezzel tudsz mindent megcsinálni. Pörög, 20 ezer. Egyébként ez a szalma is nagyon jó, én annyira bírom ezeket a dolgokat. Beszállás a járművel, pont kiszámítottuk oda nézni. 11 ezer, figyelj, még van egy adag legalább, meg a földön még lesz, vagy 3. Valóban ebből is annyi pénzt tudsz keresni. Nagyon jó, és most már látod, tök jó, mert izéket, már 100 ezereket tudsz keresni egy részbe akár. És egy idő után már tényleg milliókat fogunk keresni egy részbe, egy idő után már 10 milliókat fogunk keresni egy részbe, és így elérhető az 1 milliárd. Most már megint ott vagyok, hogy igen, nagyon-nagyon látom a végét. És nem annyira drasztikusan sok idő alatt, mert írtátok, meg így kiszámolta, meg én is egyébként számolgattam, de megmondom a frankot, hogy volt olyan komment egy csomó, hogy hát figyelj, hogyha félmilliót termesz egy részbe, akkor ugye az konkrétan 2000 rész. És hogyha minden nap raksz ki egy részt, akkor az konkrétan 5 év. Úgyhogy 5 év alatt fogod megcsinálni. És nem fogjuk 5 év alatt megcsinálni, ezt meg fogjuk csinálni az áras határidőn belül. Elmondom nektek, ez pár hónap. Én azt mondom, én maximum 5 hónapot mondok rá. 5 hónap, nem lesz az 5 hónap, hallod. Maximum egy 3-4 hónap, és mert ugye egyre inkább egyenes arányban nő a beszedett pénzmennyiség a részek számával. És egy idő után nem fogom tudni elkölteni, amit nem fog még több gépet venni, mert meg lesznek a megfelelő gépeim, meg lesznek a megfelelő földjeim, hanem egy idő után az lesz, hogy gyűlölni fog ugye a pénz. Drasztikusan. Főleg ugye bele fogunk, marhát fogunk tenyészteni, birkát fogunk tenyészteni, a játék összes aspektusát körbe fogjuk járni, és ki fogjuk használni azért, hogy elérjünk egy ilyen challenge-et, ami nem tudom tényleg, hogy valaki elérte, gyakorlatilag az a célunk, ha belegondoltuk, hogy kiakasszuk a számlálót, a játékot, gyakorlatilag kiakasszuk a játékot. Tehát elérjünk egy annyi pénzt, amit már nem bír kiírni a játék. Ez olyan régen ilyen kvarcjátékokon volt, hogy szoktuk mondani, hogy addig csináltuk, kiakasztottam a játékot. Gyakorlatilag a score számlálót nem, az összeset. Nincs több, nem tudsz több pénzt termelni, érted? Azért az nagyon durva, nem? Ugye farming szimulátorban azért gondoltam, ezt fölkészítek arra, hogy sok pénzt keresnek az emberek, de nem arra, hogy konkrétan kiakasztják a farming szimulátor pénzszámlálóját.
És azt mindenféle cheat nélkül, gyakorlatilag úgy, hogy izével indultunk 300 euróval. Szerintem azért az nem olyan rossz, nem? Ha belegondolsz. Na, induljunk meg, na, mi a gyengeség? Mi a gyengeség? Lehet, hogy javítunk egyet rajta, ez is ennyire bírom, hogy ez itt van. Egyébként kilépek, melépek a játékból, bezáródik, ez érdekes. Na, ugye egy kis chipet adunk neki. De jó, igen, ez jó sokba került a javítása. Gondolom gép függő már, mint hogy jó drága gépnek, jó drága a javítása. Na, ezt még szedjük össze, mert ha már egyszer összetudjuk, akkor szedjük. Következő sörskártya húzásnál már használhatom a gépi munkást, úgyhogy az valószínű, hogy arattatni fogunk, meg beordjuk a cuccot. Mindjárt megnézem a tyúkok, hogy állnak, mármint mennyi tápanyag van nekik. Valószínűleg, hogy még viszünk egy... Nem kell vinni tyúkoknak kaját, gyerekek. Ezt is milyen királyú megoldottuk. Ott van a siló, nem kell vinni, bazd. Most arra gondoltam, kell vinni a tyúkoknak kaját. Nem kell vinnem. Ott van egy speciál gép, amelyik széthordja neki, kész. A tyúkokhoz nem kell többet mennünk. Érted? Mert itt nem kell oda mennünk. Hanem csak odaugratunk, odaugrunk a gépbe, szétosztjuk a kaját, kész. Nem nincs az, hogy itt lefelé autózgatok a tyúkokhoz. Ez is mekkora király, hogy így sikerült megoldani. És tényleg elcsodálkozok magunkon, hogy milyen tök jól csináljuk a dolgokat. És még több tyúkolat megcsinálunk, és utána... És ezért mondtam, hogy kellene, szeretnék egy olyan földet, egy hatalmasat, amelyiken különböző állatokat fogunk tenyészteni még. Imádom, nagyon-nagyon. Most nem tudom, és ezt nem lehet... Nem lehet pótolni azzal, hogyha becsitelsz magadnak pénzt, meg nem lehet azzal pótolni, hogyha nagyon könnyű a játékmenet, tehát vagy nincsen célod, ezt a sikerélményt. És ez tök jó, hogy tényleg egy ilyen szar izével, nagyon régi, 70 éves MTZ-vel kezdtük, semmivel kézeszedtük krumplit, és most már itt vagyunk, és látom azt az végét. Húra! Annyira örülök neki, és szerintem, remélem, hogy te látjátok, és tetszik, és végigkövetitek, hogy meddig fogunk eljutni, hogy tényleg meg fogjuk-e csinálni, és azért, nem tudom, annyira félve csináltam meg azt a videót, és tényleg baromira komolyan gondoltam, mert ugye csomószor belefogtunk ebbe az 1 milliárd eurós kihívásba, és mindig csak a nagy szavak voltak, és egyébként volt egy komment, amit kitöröltem, mert dühös voltam, mert eléggé ilyen alpári módon fogalmaztam meg, de abban igaza volt, hogy az a baj, hogy súlytalan az, amit mondtam, ez az 1 milliárd euró, kitűztünk egy ilyen célt, amit egyszerűen soha nem gondoltam, hogy el is érek, vagyis gondoltam az elején, de aztán hogy mindig elsikadt nagyon-nagyon hamar, meg igazából tényleg ilyen céltalanak voltunk, és súlytalan volt az, hogy 1 milliárd eurós kihívás, de most már azzal, hogy adtam neki egy olyan, hogy tényleg a csatornámat is törölném azért, hogy már legyen meg, és ezzel magamnak is akartam valamilyen szinten bizonyítani, komolyan, hogy basszus, hát ne csináld már, mert elkezdesz mindig egy ilyen sorozatot, aztán így feladod az ötödik résznél, meg a tizedik résznél, aztán bazán, milyen kitartás van benned? Oké, ez egy játék, nem olyan hatalmas, hú, micsoda dolog, De bazzád, erre ez nincs kitartásod, hogy még csinálod. Mit akarsz? Egyébként most az a gond, mondom nektek, enítsd el a motort. Jó. Ezt föl akarom szedni, és be akarok pörgetni az idő, rettenetesen utálok éjszaka játszani. És semmilyen rossz hatása nem lesz, hogyha belepörgetünk. Sőt, de most ugye nem akarom eladni ugye a... Semmit gyakorlatilag, viszont sasolhatnánk ugye a búzának az árát, mert adhatok el búzát. Hány óra van, gyerekek? Mennyi ideje megy a gépbe? Jó, már elég sok ideje. Elég jó árban van a búza. Egyébként nem nagyon befolyásolja, hogy azt vetek és aratok mindig, mert annyira nem megy le az ára, ezt tétek. Jó, a reggelig mindenképpen fogok pörgetni, mert a tököm ki van az éjszakai munkával, meg ti is jobban többet láttok, hogyha nem... Nem az van, hogy itt ilyen rohadt sötét. Ingatlanok fenntartási költsége elérte már 282-t. Ha ég a villanyatikoknak egész végig toljanak éjjel is. 8 óra, 9 óra környékére bepörgetünk. Ugye, 8 óra, nem mondjátok, hogy olyan nagyon sokáig pörgetett a kípa. Oké, gyerekek. Csináljuk még azért, azt arassuk.
Ránézek a búzára, hát a búza az lefele ment, jó szarra, de majd meg fogjuk látni. Egyelőre, figyeljetek, most nem olyan nagyon égető az, hogy én eladjam a búzát, hanem inkább az, az lenne az égető feladat, hogy inkább tároljuk be, nem? És hogyha fölépül tényleg, ha fölépül még a maradék három csirkeol, akkor mindenképpen terjeszkedni fogunk egész a... Az tuti, hogy egész a gabona, addig a rohadt nagy gabona sílóig, addig az eladási helyig. És akkor egybe fogjuk az egészet művelni, és itt is izék fognak ilyen sok százezer euró fog leugrani egy-egy földről. Ja, írtátok, hogy jó lenne már Trossz meg, meg minden. Figyeljetek, beindul, látjátok, hogy be fog indulni a gazdaság, most már látjuk a fényt az alagút végén. Nem csak tízezeresével szedjük a pénzeket, hanem akár több százezret is be tudunk gyűjteni már. És abból ugye azért már jól fogunk gazdálkodni. Csak a folyamatot azért jó érdemes megtartani, hogy minél gyorsabban keressünk kicsi pénzt, utána minél gyorsabban nagy pénzt, és akkor azt be is tudjuk forgatni. Látjátok, de Ferike szokott mindig azon rögni, hogy mindig nullán van a pénzem, de hát ugye mindig beleforgatom, és az a beforgatott pénznek köszönhetően haladunk gyorsabban. Ha nem forgatom be, akkor még mindig mondjuk egy gombány van, egy vető van, és akkor lassan haladsz. Igaz, hogy beleforgatott, de mégis ugye gyorsabban az most 65 ezerbe került tyúkolnak a darabja. Azba beleöltük már 200 ezeret azokba a tyúkokba, de még többet. De látjátok, hogy termelik a pénzt. Igaz, még kb. Most fogják visszahozni az árát, úgyhogy, de egy idő után már profitot fog termelni. Nagyon jó, imádom egyébként, nagyon jó ez a játék, szeretem. Minél többet ismersz meg belőle, annál jobban meg tudod szeretni ezt a játékot. Viszont ezeket a fákat itt, ami a föld alatt van, az valószínűleg ki fogom vágni. Esélyes, hogy egyébként azt cseszi a kultivátort, meg az összes gépnek amiatt vannak problémái itt a gépeknek. Na nézd meg, hogy itt van például fa, ott van fa, és nem mindenhol van, és lehet, hogy pont azokon a helyeken gondolják úgy a gépek, hogy na, a francba én nem fogok elfordulni. Érted? Permetező helikopter is be fog ugrani. Rövidesen, gyerekek, elmondom nektek, szerintem egy 10 rész múlva olyan drasztikus pénzmennyiség fog folyni folyamatosan be a keepernek mindenhonnan, az azt jelenti a földekből, a tyukokból. 10 rész, és szerintem itt kánaán lesz, gazdagság lesz. És onnan már megállíthatatlanok leszünk. Onnan úgy fog gyorsulni az egész. Néhány hónap is elérjük az 1 milliárdot, én érzem. És igazából jó, azt mondhatjátok, hogy jó sok hónapig tartott elérni, de belegondoltok, játék órába, az nem annyira túl sok, mert körülbelül 1 órás egy rész, akkor nem tudom, az hány részt mondhatjuk, nem tudom, egy olyan 200 rész biztos lesz belőle. Azért 200 óra alatt kiakasztod a számlálót. És úgy olyan tök nulláról kezdett. Semmi extra cheat, meg semmit tudom én az árakkal, és úgy válsz a vételárakkal, hogy nem veszed meg olcsó traktorokat, gépeket, hanem inkább szivatod magad. Imádom nagyon. Jó, gyerekek, ezt, hát figyeljetek, dolgozni kell. Igen, 1 óra már letelt körülbelül a részből, hát a következő részben szerintem jó hamar fogom sorskártyát húzni. Akármit is mondtok, hogy végre dolgoztathassak, meg végre csinálhassak mindent, meg végre minden legyen. Meg a többi búza az már, hát lehet, hogy eladásra elnyomom az összes búzát. Minél hamarabb legyen meg, ugye erről beszéltem, hogy minél hamarabb legyen, érjük el a dolgokat. Ugye a szalmát is akkor eladjuk, és akkor mindenképpen csirke oldnyit még mindenképpen össze kéne kapni. Megint nagyon szívesen hozzányúlnék a tojásokhoz, de nem fogok hozzányúlni megint a következő vetésforgóig. Ekkor most már 3 volt termeli ám, gyerekek. Bár ugye, hogyha hozzányúlnék, akkor lehet, hogy már megvehetném a következő ólat. Ajjajjajjaj, azért itt vannak izék. Vannak itt ilyen, hogy mondjam, nagyon kecsegtető az, hogy ott van a tojás, már ugye termeltek, de inkább majd eladjuk nagyba. Gyerekek, megtelettünk. Kimegyek ide földszélére. Ürítünk egyet.
Nem ő. Hol van az ifám? Ja, ott van-e. Egyébként itt égnek a lámpák a gépeken, gyerekek. Na, mi történik itt? Na. Egyébként a zenék azok copyrightosak ebbe a... Én tudom, hogy ugye be lehet kapcsolni a zenét ezekbe a gépekbe. Na, kapcsold már a lámpát. Jó. Inkább ezzel megyek oda, nem? Ez sokkal gyorsabb. Jó, micsoda, megy ám az ifa. Írtátok, hogy szar ez az ifa, de nem jó az ifa. De messze vagyok, gyerekek, néha a térérzékelés egyébként annyira nehéz. Na figyeljetek, akkor szerintem ezt kiürítem. Aztán lehet, hogy megyünk tovább. Sőt, a következő részben nyomok egy sorskártyát instant, ami nem biztos, hogy nekünk jó lesz, de abban jó lesz, hogy végre dolgoztathatok melóssal. Ugye? És egy kicsit talán gyorsabban működnek itt a dolgok akkor. Mindjárt annyit csinálok, hogy ide beállok a helyemre, szépen és el is búcsúzom, köszönöm a figyelmet. Tippek jöhetnek nyugodtan, rohadtul kíváncsi vagyok, jó. Hogy mi a véleményetek, el fogjuk érni a milliárd eurót, vagyis kiakasztjuk-e a játékot, úgymond. Hát akkor mondhatjuk egyébként, hogy végigjátszottuk a Farming Simulator 19-et, ami egy játékot, amit nem lehet végigjátszani, mert onnan szerintem nagyon nincs tovább cél, hogy nem tudsz több pénzt keresni a játékban, ha? Érted? Konkrétan azt éred el ugye, hogy jó, már nem tudsz mit csinálni, akkor se kapsz több pénzt. Oké, gyerekek, elbúcsúztam, nagyon szépen köszi figyelmet, remélem tetszik a sorozat. Fú, én nagyon élem, nem is tudom, talán már túlságosan is, nagyon itt örjöngök, hogy annyira király minden, de tényleg király minden. Na, köszi figyelmet, jók legyetek, csácsomi!